Első helyezést ért el a Top 100, vagyis a legjobb baranyai cégek versenyében a Mecsek Fűszér ZRT. A vezérigazgató szerint dolgozói közös sikere ez. Azt gondolom, hogy a titok elsősorban a munkatársainkban rejlik, hiszen a Mecsek Fűszért egy élelmiszerkereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat, több mint 2300 dolgozót foglalkoztatunk, és ez a teljesítmény, ez tulajdonképpen a dolgozóinknak az érdeme, nagyon sok ember közös munkája. A megfeszített munkája ebben a nagyon nehéz Covid helyzetben értelemszerűen. A cég idei árbevétele meghaladta az 55 milliárd forintot. A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a világgazdaságban óriási kockázatok vannak most, nehéz évek jöhetnek. A cégeknek nagyon komolyan fel kell készülni a következő évekre. Pont tegnap előtt itt klaszter évzáró ülések voltak, amelyeken ezeket számba vették, és egy átlagos magyar kis- és középvállalat számára azt kell mondom, hogy életének talán legnagyobb kihívásai fognak elkövetkezni, mire nagyon nehéz lesz hatékony választ megadni. Ebbe az egyik például segítség az összefogás, ami klaszterekben, kamarán, a üzleti közösségekben. Érdekesség, hogy a pandémia időszakát a top 100-ba tartozó baranyai cégek viszonylag jól átvészelték. Nőtt a teljesítményük, ami a szakembergárda és tőkeerő kérdése. Azonban a kis- és középvállalkozások nagy részét erősen megviselte a járványidőszak, mondta a helyi iparkamara elnöke a gazdasági évzáró ünnepségen.